a magyarok többsége nem kér sem a gyermekek oltásából, sem a kötelező oltásból, és a harmadik oltásból sem. Leszeretném szögezni, hogy pártunk se nem oltás ellenes, se nem vírus tagadó párt, csupán oltás kritikusak vagyunk, illetve a gyerekek és a kötelező oltást semmilyen formában nem tudjuk elfogadni. Mint ismeretes, a kormány oltási akció hetet indított november végén, Szerintük ez annyira sikeres, hogy már harmadszor kellett megismételni, és három hete tart ez az oltási akció hét, melyen közel 1,2 millió ember oltatta be magát, de árulkodó szám az, hogy az első oltást csupán a 10 a 140 ezer ember vette fel. Az adatok alapján közel 10 millió lakosból mintegy 2,8 millió volt az, aki a harmadik oltását is felvette. Ezért úgy gondoljuk, hogy ezek a számok nagyon beszédesek, hiszen aki akarta, az most végképpen beoltathatta magát az akcióhétnek és a nagy nyomásnak köszönhetően. Ez jól mutatja, hogy a magyarok kétharmada nem kér ebből az oltásból, és az a több mint 6 millió beoltott csak azért vette fel több mint a fele az oltást, mert a kényszernek és a zsarolásnak engedtek, de kevesebb mint a fele volt az, aki meggyőződésből oltatta be magát. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a kötelező jelleget semmilyen formában nem lehet bevezetni, illetve rengeteg beoltott, még olyan beoltott is, aki meggyőződésből oltatta be magát, ellenzi a gyermekek oltását, és soha semmilyen körülmények között nem szeretné, hogyha azt bevezetnék. Orbán Viktor nagy karácsonyt ígért, de csak akkor, hogyha kellő számú ember oltatja be magát, Viszont a rossz hír az, hogy az emberek nagy többsége nem karácsonyra szeretett volna védettséget szerezni, hanem egy életre szerette volna, hogyha a két oltását felvéve megkapja azt a védettséget, amiről kezdetben a kormány narratívája és propagandája szólt. A mi az mozgalom az egyetlen olyan párt, mely felemeli a szavát a kötelező oltásokkal kapcsolatban, hiszen mind a balliberális tömb, mind a Fidesz-KDMP urambátyám rendszere csak ezt a narratívát ismeri, csak ezt fúja, és csak az oltások felé próbálja az embereket kényszeríteni. Mi viszont azt mondjuk, hogy ez mindenkinek a saját maga döntése kell, hogy legyen, mindenki saját maga dönthessen a saját teste, a saját egészsége felett. Már csak azért is, mert ezeknek az oltásoknak már rövid távon is rengeteg mellékhatása derül ki, mi lesz hosszú távon, hány egészségkárosodás, hány halál fog kelleni ahhoz, hogy felismerjék végre a megmondó emberek, a fizetett celebek is, a kormány is azt, hogy ezeknek az oltásoknak a rákényszerítése az emberekre roppant káros. A Mi azán mozgalom éppen ezért november 21-én az Alkotmánybíróság elé szervezett egy nagyszabású tüntetést, melyen nem csak a tagságunk, nem csak a szimpatizánsaink vettek részt, hanem több ezer olyan honfitársunk, aki a pártpolitikát maga mögött hagyva csak is a kötelező oltások miatt jött el, és nem szeretné, hogyha ez belenne vezetve, ezért a mi táborunkat fogja erősíteni, és a jövőben is úgy gondoljuk, hogy ennek köszönhetően a mi táborunk roppant módon meg fog erősödni. A média természetesen elhallgatta a fővárosi rendezvényünket, de minél jobban megpróbálnak minket elhallgatni, mi annál hangosabbak leszünk. Éppen ezért ezen a hétvégén öt vidéki nagyvárosban fogunk egy tüntetést tartani. A következő városokban még hozzá, Miskolcon, Pécsen, Kecskeméten, Győrben és Szexárdon lesznek tüntetéseink, melyre Invitálni szeretnék minél több embert, hiszen egyre több embernek világos az, hogy mi zajlik valójában. Egy vírus mögé bújtatott totális diktatúra kiépítése zajlik. Aki viszont ezzel nem tud egyetérteni, aki szeretné a szabad akaratát, a szabadságát, a gyermekei szabadságát és jövőjét megvédeni és megóvni, azokat várjuk ezekre a tüntetésekre. Legyünk minél többen, mutassuk meg, hogy igenis van még ellenállás ebben az országban, mert ez a mi életünk, a mi döntésünk, mert ez a mi hazánk.